Tisztelt Országgyűlés, Pócs János képviselő úr, a Fidesz képviselője. Azonnali kérdést kíván feltenni a földművelésügyi miniszterhez. Zöld biznisz az LMP és a vidékfejlesztés címmel. Miniszter úr, halaszthatatlan közfeladata ellátása miatt válaszadása Nagy István államtitkár urat jelölte. Kitisztelten kérdezem képviselő urat, elfogadja-e a válaszadó személyét? Képviselő úr jelzi, hogy elfogadja. Pócs János képviselő úré a szó, parancsoljon képviselő úr. Köszönöm, elnök úr, tisztelt államtitkár úr. A múlt heti azonnali kérdésemben felvetettem, hogy az LMP-hez köthető túrkevei marom összerült. Sarai Róbert Benedek képviselő úrhoz közel álló Ninfa Természetvédelmi Egyesület 20 millió forint pályázati pénzből úgy újította fel a túrkevei szélmalmot, hogy az összerült. Az MVH megtette a büntető feljelentést, és reméljük, hogy mi hamarabb fény derül arra, hogy hová tűnt Sarai úrék által a pénz. Érdekes látni Sarai úr múlt heti reagálását az ügyre, azért nem forog a túrkevei. Egy pillanatra, képviselő úr. Sarai Benedek képviselő úr, két szempontból is kénytelen vagyok a HASZABAJ előírásainak megfelelően figyelmeztetni. Egyrészt, hogy tiltott szemléltetést alkalmaz, előre be nem jelentetted, másrészt pedig, ugye, mivel érintett, erre majd volna lehetősége a végén személy érintettség címén szót kérni, és bizonyára meg is fogja kapni. Tehát ez a kettő a harmadik dolog, ami a másik, hogy ott helyet is foglalt, önnek ott igazából semmi keresni valója nincs. Úgyhogy tisztelettel megkérem, hogy fáradjon vissza a helyére. Az elhangzottakért figyelmeztetem is. Most akkor kérem az idő beszámítást, innen Pócs János képviselő úré a szó, parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök úr, köszönöm szépen az erősítést. Valóban semmi keresni valója nincs ebben a frakcióban Sarai Róbert képviselő úrnak, egyébként engem nem zavar. Tisztelt államtitkár úr, érdekes látni, hogy Sarai Róbert képviselő úr a múlt héten hogyan reagált erre az ügyre. Azt mondta, hogy azért nem forog a túrkevei szélmarom, mert nincs rajta kerék. Megismertük már, hogy az LMP az ilyen fellengzőségekkel hogy szokta a felelősséget hárítani. Sarai képviselő úr válasza nem volt meg, hogy hová költötték a 20 millió forint pályázati pénzt. Miért dőlt össze a túrkevei szélmarom? Szomorú látni, hogy Sarai képviselő úr, a lehet más a politika fenntartó fejlődési bizottság, szakpolitikusa, akit az LMP pártársaival együtt úgy szereti kioktatni a kormányt, megint egy olyan ügybe keveredett, ami mutatja, hogy számára a tisztességtelen egyéni haszonszerzés fontosabb a közérdeknél. A zöld biznisz fejlesztése fontosabb számára, mint a vidékfejlesztés. Sarai képviselő úrék megpróbálják elkenni az ügyet és elterelni a figyelmet, megpróbálják az önkormányzatra terelni a felelősséget. Másrészt friss sajtóhírek szerint az MVH helyszíni vizsgálódása céljából érkező munkatársait képviselő úr kérdőre vonta, az ellenőrzés jogalapját firtatva. Nyilvánvaló, hogy politikai hatalmával élt vissza a kormány tisztviselővel szemben. Tisztelt államtitkár úr, adódik a kérdés, milyen lépések történtek az ügyben, ki viseli a felelősséget az adott történetben. Várom meg tisztelő válaszát. Köszönöm szépen, képviselő. Képviselőtársaim, mielőtt még Nagy István államtitkár úrnak megadnám a szót, megállapítom, hogy Sarai Benedek képviselő úr ismételten megsértette a szemléltetés szóló országgyűlési törvény vonatkozó pontját. Tájékoztatom, hogy erről a házbizottságot, illetve az elnök urat a megfelelő eljárás kezdeményezésével tájékoztatni fogom. Képviselő azt, hogy ön is kéri, hogy hasonló eljárásban részesítsen? Képviselő hölgyek és urak, Apáti képviselő úr, Apáti képviselő úr, Apáti képviselő úr, ne dobjon össze semmit, mert ki fogom zárni az ülésről. Azt majd összedobhatja. Nagy István államtitkár úrnak adok szót, parancsoljon. Tisztelt Országgyűlés, kedves képviselőtársam, hol vár állott most kőhalom, mondhatnák egy mondatba az egész ügyet összefoglalva, ugyanakkor egy nagyon éles kérdés kívánkozik utána, ki vagy mi ezért a felelős.
Engedje meg, hogy válaszomat a rendkívül sajnálatos esetre kapcsolódó legfrissebb hírrel kezdjem. Ahogy a sajtóban is megjelent, az MVH munkatársai május 18-án rendkívüli helyszíni ellenőrzést tartottak Turkevén, azzal a céllal, hogy a részben felújított, de mára már összedőlt szélmalom jelenlegi helyzetét felmérjék. A munkájukat végezték volna, azonban a hivatal helyszínen tartózkodó munkatársát, Salaier Benedek, az LMP országgyűlési képviselője, a Nymphéa Természetvédelme Egyesület nevében telefonon kérdőre vonta, az ellenőrzés jogalapját firtatva. Ahogy ön is mondta, képviselőtársam politikai hatalmával próbált meg visszaélni feladatát végző kormánytisztviselővel szemben. Ez a magatartás elfogadhatatlan, de biztosíthatom, hogy nem fogja megakadályozni a vizsgálatot. Mi történt valójában? Lássuk az eddigi tényeket. A Nymphéa elhatározta, hogy a Turkevei önkormányzattól vagyonkezelésre átvett értékes malmot felújítja. Eddig minden rendben is lenne, a malom valóban felújításra szoruló megőrzendő érték pontosabban lett volna. Az MVH eddigi vizsgálatából az állapítható meg, hogy a támogatási kérelemmel benyújtott építési dokumentáció alapján a Nymphéa az építmény külső felújítását is vállalta. Az Egyesületnek 2009-ben lehetősége lett volna a külső felújításra is támogatást igényelni 100%-os támogatási intenzitás mellett, akár 53 millió forint támogatási plafon erejéig. Sőt, még ugyanezen év decemberében újabb támogatási időszak nyílt turisztikai tevékenységek ösztönzése jogcímen, de nem éltek a lehetőséggel, csak a belső felújításra koncentráltak, tehát a felújítás nem fejeződött be. Majd folytatjuk még. Államtitkár úr, egy perces viszontválaszra. Pócs János képviselő úré a szó, parancsoljon. Szépen, államtitkár úr, nagy tanulság ez a történet, ezzel bajóban az LMP-nek a vidék politikája, ami a lenyúlásról szól, az ellenőrzések akadályozásáról. Sallai Róbert képviselő úr a naplójában folyamatosan kampányol, jelenleg arról nem szól a fáma, hogy mi történt a turkevei szélmalommal, arról viszont igen, hogy újabban kátyúzásban utazik. Ahogy ő elmondta, ezt is csak egy fél óráig tette, részben azért, mert az operatőrök addig voltak ott, másrészt pedig rájött, hogy szurkos lett a keze. Tisztelt államtitkár úr, javaslom a pályázati pénzek elosztásánál figyelembe venni, hogy veszélyes az a történet, amikor valaki aszfaltozással foglalkozik, mert lám a példa is mutatja, akinek szurkos a keze, annak ragad is. Köszönöm, államtitkár úr. Köszönöm szépen, egy perces viszontválaszra államtitkár úré a szó, parancsoljon. Köszönöm szépen, hogy a turisztikai tevékenység ösztönzése címén nyerték a pályázatokat, és ez kérdéseket vett fel abból a szempontból, hogy hogyan fogadhattak vendégeket, látogatókat egy félig felújított és a történtek alapján életveszélyesnek tekinthető épületben. Vagy csak bemondással működött a látogatóközpont, vagy a felújításban vállalt eredeti hasznosítási célnak sem tettek eleget. Ez hiszen mind-mind olyan kérdés, amelyre az elkövetkező időszakban megfelelő választ kell találjunk, és hogyha ezek a megfelelő válaszok megvannak, csak akkor lehet megnyugtatóan pontot tenni ennek az ügynek a végére. És azt hiszem, mindnyájunk érdeke, mindenkinek érdeke az, hogy ezekre a feltett kérdésekre megfelelő válaszokat találjunk. Köszönöm szépen, elnök úr! Köszönöm szépen, államtitkár úr!